A szeptember 30-ával közös megegyezéssel távozó dr. Jéri Tamás ügyvezetői pozícióját Ridegné Kara Beáta vette át október 2-ával. A gazdasági agrármérnök térségfejlesztési szakembert 6 hónapnyi próbaidő mellett 5 évre nevezték ki. Mindenről zárt ajtók mögött döntött a képviselőtestület szeptember 26-án. Ridegné Kara Beátát első munkanapján október 2-án mutatta be a társaság munkatársainak dr. Filvi Géza polgármester, aki hangsúlyozta, milyen fontos területen is dolgoznak a jelenlévők. Mint felidézte, hozzá és Simon Zoltán alpolgármesterhez is sok negatív jelzés érkezett az utóbbi időben. A jelenlévők közül is többen éltek jelzéssel, valamint kéréssel, hogy legyen változás, mert ezen a fontos területen nem jó irányba haladnak a dolgok. Ebben a helyzetben kezdtek el gondolkodni, ki lenne az a személy, aki ezt össze tudná fogni. Így esett a választás Ridegné Kara Beátára. Mint aláhúzta, az ügyvezetőnek végzettségénél fogva is a közterületi munka szakterülete, diplomamunkáját is az érsekkert fejlesztéséről és parkgondozási feladatairól írta. 17 évig dolgozott a földhivatalnál, a közterületek nyilvántartása is hozzá tartozott. A polgármester kiemelte, a közterületi munka gépesítésére 100 millió forintot nyert a város pályázaton, a gépek beszerzése pedig jelenleg folyamatban van. Ezt követően Ridegné Kara Beáta szólt a megjelentekhez, aki televízióknak elmondta, nagyon megtisztelő a feladat, amelyre felkérést kapott.